Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy jóslás, de nem tudom, hogy miről lesz szó, hiszen nem tudom előre azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Keverem, kavarom, és akkor látjuk majd a képeket. Itt ez a kártya arra utal, hogy vedd a kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos. Ezt a kulcsot használhatod, hiszen le tudsz zárni vele valamit, bizonyos eseményeket vagy kapcsolatokat, viszont ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, és ezek a lehetőségek. Ez a kulcs kinyílik, zárkódik, jelentheti azt is, hogy ő van, amikor zárkózott, van, amikor nyitott. Itt a hajó jelenti a reményt. A reményt ahhoz, hogy itt kinyílik egy új ajtó, javulni fog a helyzet, jelenti a te lehetőségeidet. Ez a hajó utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra, vagy internet kapcsolatokra is, itt kinyílik egy új ajtó. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat kettőtök között. Minden úgy fog történni, ahogy megvan írva a csillagképekben, tehát itt egy lelki kapcsolatról van szó. Ez a csillagkép szerencsét hoz, azon kívül utalhat egy spirituális területre is. Itt is kinyílik egy ajtó számodra. A gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet munkahelyi változás, vagy költözködés, vagy változások a párkapcsolatot illetően, hiszen itt kinyílik valami, és utal a nyitottságára. Ez a férfi áll a középpontban, és ő megváltozik. Fél évvel ezelőtt még valami olyan átláthatatlan volt, mert annak idején nagyon zárkózott volt. De jelenleg változik valami. Nyitottabb lesz, és hamarosan eltűnik ez a felhő. Az is lehet, hogy ő tervez valamit, amit ő fél éven belül meg akar valósítani, és ezek a változások lesznek. Itt a könyvnél tanulásról van szó, vagy tudásról, de jelentheti a zárkózottságot is. De ez nem jelenleg van így, hiszen itt kinyílik az ajtó, hanem fél évvel ezelőtt eltitkolt előled valamit. De most itt látható a szerencse, egy meglepetés, egy szerencsés fordulat. De megjelenik a ravaszróka, és az azt jelenti, hogy itt van még hamisság a háttérben, vagy volt fél évvel ez a hamisság. Lehet, hogy valaki becsapta őt, hazudozott neki, voltak félreértések. De most itt a változás, a szerencse. A hamisság az lehet, ha ő zárkózott, vagy megpróbál eltitkolni előled valamit, emiatt ez még olyan átláthatatlan. Azt is jelenthetik a képek, hogy az ő környezetében van valaki, aki eltitkol előle valamit, nem játszik nyitott kártyákkal, számára ez olyan átláthatatlan, de mégis fontos, hogy ő megváltozzon, és legyen magabiztos, legyen meg a hite, itt a remény, a szerencse,
és itt újra látható ez a szerencsés kimenetel. Itt a kártyák egy vonalban utalnak a tudásra, a tanulásra, az asztrológiára, egy spirituális területre, itt kinyílik az ajtó. Lehet, hogy ő nem bízik magában, és ezért van itt a ravasz róka, mert negatív gondolatok vannak nála, amikor úgy gondolja, ó, ez úgy sem fog sikerülni. De lesznek változások, itt a szerencse, és a hajó jelenti a reményt, vagy a lelki kapcsolatot kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!